a 97 éves férfit emberek törvénytelen kínzásával megvalósított háborús büntettel gyanúsítják, emiatt akár életfogytig tartó szabadságvesztés is kiszabható. A Simon Wiesenthal központ szerint Csatárinak kulcs szerepe volt abban, hogy mintegy 300 zsidót Kassáról az ukrajnai Kamenyec-Podolszkba deportáltak, ahol 1941 nyarán valamennyiüket meggyilkolták. 1944 tavaszán a gyanúsított állítólag Kassán rendőrparancsnokként részt vett több mint 15 ezer zsidó Auschwitzba deportálásának megszervezésében is. Csatárit hajnalban fogták el, a helyszínről annyit árultak el, hogy nem az eddig ismert lakhelyei vagy tartózkodási helyei egyikén. Nem lepődött meg a hatóságok érkezésén, készült arra, hogy ki fogják hallgatni. Együttműködő volt a kihallgatásán, tagadta a bűncselekmények elkövetését. Vallomásában ugyanakkor ellentmondás is mutatkozott, mivel a végén olyan érveket említett, mint ahogy idézem parancsa tette, a kötelességét teljesítette.